Kiugrunk Bécsbe, az operába? Ma ezt a művelt snob megteheti egy jó előadás kedvéért. De ha az 1870-es években vagyunk, és a kiinduló pont Kolozsvár, a zenerajongás nem intézhető el egy kézlegyintéssel. Nem intézhető el azonban az a fajta elkötelezettség sem ilyen egyszerűen, amivel a félig süket Herman Otto a természet muzsikáját tanulmányozta. Beethoven és a szöcskék. Brassai Sámuel, a kolozsvári múzeum igazgatója, nem csak mentora, de barátja is volt Herman Ottónak. Brassai igencsak szerette a zenét. Képes volt arra, hogy akár két napot zögykörődjön a vonaton Kolozsvártól Bécsig, hogy meghallgasson egy jó hírű operaénekest, és erre Hermant is rávette. Amikor aztán kiderült, hogy az operaénekes mégsem olyan nagyszerű, mint hogy azt a hírek leírták, képes volt az ária közepén kifordulni a teremből. Minek töltenénk fölöslegesen az időt? Mondta a csodálkozó Herman Ottónak. Ezek a viták néha igen hevesek voltak. Röpködtek az érvek és az ellenérvek, természetesen emelt hangon, hiszen a nagyot halló Herman Ottóval beszélgetni se lehetett nagyon másképp. Nemhogy vitatkozni. Brassai istenítette Beethovent, Herman istenítette a tücsköket. Brassainak nem fért a fejébe, hogy a segédje miért mondogatja folyton, hogy egy szöcske szerelmi dala a maga helyén épp olyan jól megszólal, mint Beethoven holdfény szonátája. Herman Otto szerint Beethoven sem csinált mást. Elleste a természet hangjait. Míg Brassai a koncertteremben, Herman Otto az erdőben hallgatta a tökéletes muzsikát. Az erdei zenekar még az otthonába is elkísérte. Az íróasztalán a sok könyv, füzet és jegyzet között egy igazi kis preparált rovar orkesztra bújt meg. A trombitát a szarvasbogár, a flótát a szöcskeflújta, a nagybajuszú cincélt pedig a vonósok.